Családias, mégis fennkölt hangulatban nyílt meg a Viola József emlékére rendezett kiállítás a Nagy Balogh János kiállítóteremben. A nemrég elhunyt polihisztorra emlékező kispesti művészvilágot a városvezetés nevében Mincek György alpolgármester köszöntötte, aki arra emlékezett, milyen aktívan vett részt Viola József a kerület kulturális és művészeti életében. Ő hozta létre például 1979-ben a Helikon Kulturális Egyesület elődjét, a Kispesti Képző és Iparművészeti Csoportot, és tagja, majd elnöke volt a Nagy Balogh János képzőművészeti körnek is. Az alpolgármester után Mohai Orsoly a kiállítás egyik kurátora, pályatársak és barátok, és saját személyes visszaemlékezéseiből idézett. Nekünk Viola József, Viola úr volt. Sose mertünk volna a keresztnevén szólítani, a tegeződést kezdeményezni. Igaz, kedves embernek ismertük, készségesen segített a kispesti ügyekben eltájékozódni. Távolság tartását mindig nagyra értékeltem. Nagyon sokat segített, olyan hatalmas tudása volt Kispestről, a kispesti művészekről, szóval ez egy 1927-es születésű emberről beszélünk, tehát hogy azért ő elég tág korszakot látott, tehát hihetetlenül művelt ember volt, tehát nagyon jó volt őt ismerni. Viola József sokrétű tevékenységért 1978-ban megkapta a Kulturális Minisztérium nívódíját, 2008-ban József Attila díjban és Déri díjban is részesült. Nem volt könnyen megközelíthető ember, nem voltak szerintem nagyon kevés igazán bensőséges barátja, akit ugye ahogy öregedett, el is szépen lassan elveszítette ezeket a barátokat. De a családja körében, meg azért olyan helyzetben kiáltás benyitókon azért ő felszabadultan tudott létezni. A tárlatot Skoda Éva, a Helikon Kulturális Egyesület vezetője méltatta, aki szintén személyes élményeit osztotta meg. Rendkívül, tehát egy olyan ember, aki valóban nem a külső stílus irányzatok és a divat után megy, hanem a saját maga világát és a saját maga által kitermelt gondolatait szeretné közvetíteni. Ez a legnehezebb a művészetben, azt el kell, hogy áruljam. A kiállítást szervezők egy igazi meglepetéssel is készültek, a digitalizációnak köszönhetően bemutatásra került egy eredeti családi felvétel, amely a zárkózott embert, a kiváló művészt oldott családi körben mutatta be. A kiállítás április 7-ig tekinthető meg a Nagy Balogh János kiállítóteremben.